A 25 ezer dolláros, azaz nagyjából 10 millió forintról szóló jelképes támogatást a kríziskezelő központban adta át az Arconi képviselője. Az adományból finanszírozták a mai ételosztást is, de ennél jóval előrébb mutató tervek is megvalósulhatnak. 9 korábbi hajléktalan vagy nagyon nehéz élethelyzetbe kerülő személy hosszabb távú jövőjének megalapozása valósulhat meg. Nagyon nagy hálával tartozunk az Arconic Mill Project Hungary Kft.-nek és az Arconic Alapítványnak, hogy most már hosszú évek óta az élet különböző területén, akár a környezeti nevelés, oktatás, egészségügy és a szociális területre is minden évben gondolnak, és jó pár millió forintot biztosítanak különböző célokra. Az alpolgármester hozzátette, néhány évvel ezelőtt a városgondoksággal közösen 20 főt tudtak visszasegíteni a normális életbe, munkát és lakhatást biztosítva. A kríziskezelő központ programja is ehhez hasonló 9 ember visszakapaszkodását segíti. Adunk lakhatási támogatást, kifizetjük a pályázat segítségével, hangsúlyozom, a Caritas finanszírozásában a bérleti díjat, azzal, hogy nem tartozhatnak rezsivel, hogy ők folyamatosan be kell, hogy mutassák, ez is az egyik feltétel volt, hogy ne tartozzanak, és úgy kapják meg a következő havi bérleti díj kifizetését, és a cél az volt, hogy fönntartsák a bérleményüket, hogy ne kerüljenek hajléktalan sorba, hogy a gyerekük, akik ugye több házaspárnak gyermeke is ott volt, ott van a családban, nevelik őket, hogy ne kerüljenek létbizonytalanságba. A támogatottaknak egyéb szolgáltatásokat is biztosítanak, pszichológust, tisztasági csomagot is igénybe vehetnek a korábbi hajléktalanok. Két támogatott képzési programon vesz részt februárban, ők óvodadajkaként és ruházati eladóként próbálhatnak szerencsét a munkaerőpiacon.